Köszöntöm a nézőket, Önök Pálya című műsorunkat látják, benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Remekül indult az új esztendő az atomerőműese válogatottságáncsozója Pupréka számára. A katari Dohában rendezett világkupán két nagyszerű győzelem után közel került a bronzhoz, de ezt a meccset ha kis különbséggel is, de elveszítette a paksi dzsúdós. Az ötödik helyezéssel előrébb lépett a világranglistán, vagyis egy újabb nagy lépést tett Pupréka a hőn áhított olimpiai szereplés felé. Megint tett egy komoly lépést a nyáron esedékes, tavalyról elhalasztott tokiói olimpia felé Pupréka, az atomerőműese 24 éves válogatott dzsúdosa. Az év első komoly kvalifikációs világversenyén, a katari Dohában, a világkupán 5. helyen végzett. Nagyon meg kellett ezért küzdenie. Elég, ha csak azt említjük, hogy az első két győztes meccse a továbbjutásért csak a hosszabbításban dőlt el egy marokkói, illetve mongói versenyzővel szemben. Ezt követően megkapta ellenfélként az európai dzsúdó nagyhatalomnak számító franciák momentán legjobb és egyben világranglista első versenyzőjét, Amand Bouhardot, aki 1 perc 6 másodperc alatt győztes dobást vitt be, miután a paksi dzsúdósa vigaszágra került. Itt mindjárt előnyerőként léphetett tovább, mivel a jó nevű világranglista 11. svájci nem tudott ellene kiállni. Így egy újabb francia került az útjába, bizonyos Astrid Neto, a tét nem kisebb volt, mint a világkupa bronzérem megszerzése. Iszonyúan kemény, kiegyenlített csata után, tegyük hozzá gyorsan, ismét a hosszabbításban intéssel, de a francia lányt hozták ki győztesnek. Számolgattam magamba, hogy hány fordulás kell még nekem, és úgy voltam vele, hogy ha egyet fordulok, akkor már lehet, hogy megintik őt. Itt befordultam, és sajnos nem volt rendesen előkészítve a dobás, vagy a próbálkozás, és sajnos engem intettek meg lerántás miatt. Hát egy váldobást próbálkoztam, csak nem annyira sikeredett. A dzsúdóban elég egy 100 másodpercnyi rövid zárlat, már is szerte foszlanak a remények. Úgy látja, olyan összeszedett és erős volt összességében, hogy ha tovább megy a meccs, lett volna keresni valója a másik nevesebb világranglista illovas, francia Bouhard ellen is. Ő volt a világranglista első helyezettje, de úgy gondolom, hogy ő se verhetetlen, hogyha talán egy kicsit több bizalom vagy hit van a dologban, akkor gyárni is tudtam volna. Ahogy az első két meccsen ez sikerült, ezen a szinten azok sem voltak könnyű meccsek, a hosszabbításban 9 perc alatt dőltek el, alig ha véletlenül az ő javára. Azt mondja, az elvégzett kemény munka gyümölcse a kiváló erőlét nagyban segítette, hogy a maratoni meccseket meg tudta nyerni, és nagyon közel volt a bronzhoz is. Elég kemény meccsekre sikerültek, de beleadtam mindent, és most ez kijött, úgyhogy pozitívan gondolkozom, remélem legközelebb jobb is lesz. Pupréka ezzel az 5. helyen tovább javított világranglista pozícióján, éppen azon a helyen áll, a 18-on, ami direkt olimpiai kvalifikációt jelent, de ennek megőrzésért a hátralévő hónapokban lesz jócskán dolga a tatamin. 7 verseny lesz még a kvalifikáció végéig. Azt még nem beszéltük meg pontosan, hogy mennyin fogok részt venni, de ez ugye attól függ, hogy hogyan fognak sikerülni a versenyek. Igazából én nem szeretnék mindenhol részt venni, de ugye muszáj lesz, hogyha nem úgy alakulnak a versenyek, ahogy én szeretném. 18 megy ugye direkt után nálunk. Abba vagyok most én az utolsó, úgyhogy ez a pozíció nem annyira biztos, mert mögöttem is vannak olyanok, akik még becsúszhatnak, és mondjuk azért előttem sincsenek annyira nagy különbségre, úgyhogy igazából még följebb is szeretnék kapaszkodni, ha majd úgy alakul. Folytatódott a férfi élvonalbeli kosárlabda bajnokságban az atomerőmű csapatának győzelmi sorozata. Dzunic Branislav együttese a Körmend legyőzésével zsinórban 9-szer nyert hazai pályán. Amennyiben a vidéki mérlegén is javít az atomos csapat, jó esélye lesz akár dobogós helyezésre is az alapszakasz zárásakor. A Körmend elleni játékbeli fegyelmezettség fontos tényező volt a 3 pontos győzelemben. A fehérmezes hazai ASE ezúttal nem csak a támadó játékra helyezte a hangsúlyt, hanem az együttes csapat védekezésre is, és a megszerzett labdák után nem feltétlenül akarták lerohanni ellenfelüket,
a paksiak. A türelmes játék során a vissza, illetve a kiosztások után a triplákat igen rossz százalékkal dobták a fehérmezes hazaiak, de közelebb lépve a gyűrűhöz, majd a párharcok megnyerése utáni szituációkból, középtávolról és zicserből termelte azért rendesen a pontokat a csapat, a Baker, Shepard, Jackson, Coopers amerikai kvartett jó voltából. A körment nem tudott ugyan közelebb menni a palánkhoz, ám távolról több játékosuk is több mint remekül dobott, és triplákkal, amelyben elsősorban Mócsán jeleskedett, négyet is elsüllyesztett a paksi gyűrűben, a második és a negyedik negyedben 6, illetve 4 ponttal nyertek a vendégek. Igaz, 6, illetve 7 ponttal az első és a harmadik negyedet megnyerte az ASE. Szinte megjósolható volt, hogy a kiegyenlített küzdelemben fej-fej mellett haladva a véghajrá fog dönteni a két csapat között. 75-74-es paksi vezetésnél a körment szerzett labdát is támadhatott volna a meccs megnyerésért, ha 14 pontig jutó Kevin Keepers nem csenni el a labdát a körmendiek egyik legjobbjától, a 16-os Ireland-tól. A paksi amerikai kisember nem csak bedobta a meccslabdát, hanem a legnehezebb, egyben leglátványosabb megoldást választva zsákolással juttatta a játékszert a gyűrűbe, miután 3 pontos ASE győzelemmel zárult a forduló legnagyobb rangadója. A paksi csapat egyik húzó embere nem csak hasznosan, hanem ponterősen is játszott. A 20 pontos Jackson feletté boldog volt az értékes újabb hazai győzelmet követően. Készültünk alaposan a körmentből, és úgy látom, azért tudtunk nyerni, mert amit taktikai szempontból megbeszéltünk, az ezen a meccsen szinte végig, különösebb, nagyobb kihagyások nélkül be is tudtuk tartani. A támadásban is, a védekezésben is kellőképpen határozottak, illetve agresszívek tudtunk lenni, értékelten látottak a Justin Jackson magas bedobó. Branislav Djunic, az ASE edzője is örült az olykor hiányciknek számító taktikai fegyelmezettségnek, de sportszerűen elismerte, a meccs végeredménye lehetett volna a mérkőzés összképe alapján fordítva is. Egy még nehezebb meccsen, egy még jobb ellenféllel szemben a sikerhez a távoli eredményesség is kell nagyon, ami jó néhány játékos alapadottságban, a paksi csapatban, technikai képzettségében benne van. És a most látott taktikai fegyelmezettséget a védekezésben is át kell menteni ahhoz, hogy az otthon 100%-os, mind a 9 meccsét eddig megnyerő atomerőmű ASE idegenben is tudjon fontos meccseket nyerni. Nagy dolog az elmúlt évtizedben a szekszárdi férfi kosárlabdát a nulláról felépítő gyermek kosárlabda ASE életében, hogy az U16-os csapata után az U18-as korosztályban is kiharcolták az elitbajnokságban való szereplést. Az NB1B-s Bonyhádnak már több játékost feladó utánpótlás nevelő klub említett csapata, többek között az Alba Volánnal, a Kecskeméttel és a Zalaegerszeggel is összeméri erejét a csoportküzdelmek során. Stábunk a ZTE elleni mérkőzésüket követte, melyen több mint partiban voltak végig a szekszárdiak, és a vereségük abszolút vállalható. Nem könnyű egy kis csapat élete, ha bejut az elitbe a nagyok közé. Márpedig a szekszárdi férfi gyermek kosárlabda ASE U18-as csapata ide csöppent. Elérték, kivívták azt, hogy a nagyokkal, például az Albafehérvárral, a Kecskeméttel, a Rádgéber Akadémiával és az Zalaegerszeggel mérkőzhetnek oda-vissza. Soha jobb lehetőség a fejlődésre, a tudás bővítésére, a tapasztalat szerzésre a fiataloknak. És a sikerélmény sem hiányzik már. A legutóbbi aktuális ellenfelüket, az Zalaegerszeget idegenben megszorították, alig kaptak ki tőlük egy ponttal. Az Ábrahám Zsók, Heyman, Sebestyén, Erdős nevekkel fémjelezhető sokra hivatott szekszárdi U18-as csapat le tudta győzni egyszer már az Albafehérvár legjobb korosztályos csapatát a bajnokság során. Az ETA elleni visszavágón a Bonyhádi csarnokban a játék sok elemében partiban volt Juhász Gábor csapata, de egy dologban ezúttal nagyon alul maradt, ez pedig a távoli, elsősorban a tripla dobások kategóriája. Ez az oka annak, hogy a játék képéből nem következő módon 35 ponttal 107-72-re nyert az ETA. A szekszárdi srácokat ebbéli védekezésbeli hiányosságaik nagyon bosszantották a meccs után, de az igazsághoz feltétlenül hozzá tartozik, hogy az alapember centerük ezúttal
egyáltalán nem léphetett pályára. A legnagyobb hiba esett gond az volt, hogy Zsók Áron csapatcentere, és egyik fő pontobója hiányzott közülünk, és ő nagyon meghatározó játékos. Aztán ez volt a fő probléma, ezen túl az 57%-os kapott tripla, ez egyszerűen hihetetlen. A védekezésünkön nagyon kell szorítani, és a találkozatének is extra dobtak most. Persze ilyen tripla mutató, amivel a Zete kirukolt, csak ritkán sikerülhet egy csapatnak. Nem erre számítottunk, ugyanis átlagosan 30%-a dobják a triplát. Erre készültünk, extrabbak voltak most. Az edző Juhász Gábor nem a játékosokat okolta, hogy nem jutott zavaró az alai triplásokra. Párját ritkító módon önmagát jelölte meg főfelelősnek, mert mint mondja, menet közben ehhez kellett volna átalakítani a védekezési szisztémát. Mi elsősorban arra készültünk, hogy a magas játékosokat a palánk alatt semlegesíteni együtt, és ügyesek is voltak a fiúk, mert az első fél időben, sőt a 3/4, a játékos 10 pont környékén tartottuk, ami én szerintem egy jó teljesítmény. Mellette sajnos nem volt időnk kigyakorolni, hogy akkor a külső dobásokba, hogy fog kijönni, illetve lett volna, volt időnk kigyakorolni, csak az most már így elmaradt, és kicsit számítva arra is, hogy engem is meglepett az Etinek a kiváló dobó százaléka, de ugyanakkor ez két évi fegyver, ez a mi védekezésünkben is hibát tételez fel, mi szerint nem érünk ki a besegítésekből időben a dobó helyzetekre. Ezen mindenképp változtatunk a jövőben. Egy sajnálatos objektív oka is volt annak, hogy elmaradt a szekszárdi bravúr. Szinte hihetetlen, de igaz, ennek a csapatnak nem jut egyáltalán terem Szekszárdon a pandémia alatt, hogy normális körülmények között készülhessenek a tehetségek. Az odavágó 1 ponttal kaptunk idegenbe, emiatt jogos volt, hogy mi a hazai pályán esélyesként lépünk pályára, csak ugye azóta változott a világ, Szekszárdon mi 5 terembe edzettünk eddig, ott most egybe se tudunk edzeni. Az edzésszámok csökkennek, nem csökkennek, drasztikusan lecsökkentek, emiatt én is a saját csapataimmal nem tudok annyit foglalkozni, amit szeretne. A Zalaegerszeg és a többi akadémia, vagy aki saját csarnokkal rendelkezik, az ugyanúgy dolgozik tovább heti 5-6 edzésre, egyéni képzésekkel. Tehát, hogyha a papírformát itt én elengedném ebből a szempontból, mert nem ugyanazok a feltételek a felkészülésben. Mindamellett én örülök is annak, hogy így a Bonyháddal és az Atomerővel együtt tudunk dolgozni, mert így most ebben a nehéz helyzetben a lehetőségeink kicsit megnyíltak, hogy az U18-as csapatok szerencsére át tudjanak jönni Bonyhádra edzeni, a Morgan Frigyes kiváló edző kezei alatt tudnak dolgozni a Rutkai Petivel segítségével. A csapat többi tagja viszont egyáltalán nem tud gyakorolni. A mostani 30 pontos vereségben ez is benne foglaltatik. Második edző mérkőzését játszotta a PMFC a tavaszi nyitány előtt bő 2 héttel. A másodosztályú Soroksár SC otthonában sikerült Vas László tanítványainak 4-0-ra nyernie. Az MB2-es csapat következő felkészülési mérkőzését a tervek szerint január 20-án szerdán 13 órakor a Szeged Csanád Grosics Akadémia vendégeként játsza zárt kapuk mögött. Január 4-én kezdte meg a felkészülést az újoncként a második helyen telelő PMFC, a Merkantil Bank Liga 2021-es tavaszi szezonjára. Az együttes Harkányban egy 3 napos csapatépítő és állóképességet fejlesztő edzőtáborban vett részt, majd először az MB1-es Paksi FC ellen játszottak edzőmérkőzést Vas László tanítványai Szentlőrincen, január 16-án pedig a másodosztályú Soroksár SC-hez utaztak a labdarúgók. Bő 2 héttel a Merkantil Bank Liga tavaszi nyitánya előtt remek iramban játszottak a pécsiek, akik a 13. percben egy szögletet követően Adamcsek Máté révén szerezték meg a vezetést. A hajtós és helyzetekben gazdag első félidő több gólt nem hozott, a második játékrészben pedig egy szinte teljesen új sorral állt fel a pécsi csapat. Az 58. percben Keresztes Barna góljával növelte előnyét Vas László együttese. A mérkőzés hajrájában pedig Tihanyi Olivér először a 73., majd pedig a 78. percben is betalált, és ezzel beállította a 0-4-es végeredményt. Nyilván mindegyes mérkőzést azzal szándékkal megyünk fel, hogy megnyerjük. Ettől függetlenül ez egy felkészülésnek pont a fele.
messze menő következtet is nem kell, sem is szabad belőle levonni, ami viszont pozitív, hogy nem sérült meg senki. Tudtunk játszani egy jó uramú mérkőzést, ahol minden egészséges játékosunk megfelelő mérkőzést terhelést kapott. Bízom benne, hogy azokat a dolgokat, mert ugye gyakoroltunk új dolgokat is, új rendszerből, azokat a dolgokat még tovább tudjuk csiszolni, és a pozitív dolgokat tovább kell vinni, és abból kell építkezni, negatívokat meg ugyanúgy, ahogy eddig is, javítgatni, szebbé tenni, jobbá tenni, és akkor várhatjuk majd az első bajnoki mérkőzést a készen. Én ezt már többször lenyilatkoztam és kihangsúlyoztam, hogy örömmel lépek be minden nap dolgozni, mert olyan társaság van a kezem alatt, akik szeretnek és tudnak is dolgozni. És jelen pillanatban ez az egyik legfontosabb, hogy egytől egyik tanuljunk és jobban lehessünk. Az MB2-es csapat következő edzőmeccsét a tervek szerint január 20-án szerdán 13 órakor a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégeként játsza zárt kapuk mögött. Több a távozó, mint az érkező a H-rend Kozár Michelin labdarúgóinál. Tavaszra vékonyabb keretet tervez a szakmai stáb, hiszen a mérkőzések száma is kevesebb lesz. A klub koncepciója szerint ez a mennyiségi csökkenés nem jelenthet minőségi romlást. Keresik azokat a játékosokat, akik emberileg, mentalitásukban és szakmailag is beleillenek az elképzelt rendszerbe. A felnőtt csapat hétfőn már megkezdte a kőkemény alapozó munkát. A felkészülés nulladik hetében felmérések és sok futás várt a H-rend Kozár Michelin labdarúgóira. Január 18-án aztán megindult az alapozó munka. A csapattól öten távoztak, és egyelőre egy játékos, Kónya Kornél érkezését jelentette be a vezetőség. A felkészülés során próbajátékosokat is tesztelnek, de tavasszal szeretnének bizonyítási lehetőséget biztosítani a tehetséges fiatal labdarúgóknak. A bajnokság végén kaptak egy hónap pihenőt. Két hét pihenő után viszont kaptak egy programot, amit mindenkinek el kellett végeznie. Az első hét, ez a nulladik hét ez arról volt, hogy lássuk, hogy a srácok megcsinálták a munkát. Úgy veszem észre, hogy mindenki föltöltődött, várta az egészet. Az, hogy mire lesz jó, azt meglátjuk. Az első nap, amit most elkezdtünk, ezek a srácok nagyon jól csinálták, tehát jól beleálltak a munkába. Kirtner Krisztián 2017 nyarán távozott Tiszakécskére, majd 2020 nyarán jött vissza Kozár Michelinbe. Korábban 2,5 évig volt a michelini csapat tagja. Első fél évében MB3-as ezüstéremig, a következő évben pedig MB3-as bajnoki címig jutott, majd az MB2-ben szerepelt. A rutinos labdarúgó 2020 őszén 6 gólt lőtt michelini színekben. Azt mondták, hogy elég kemény hetünk lesz. Azt mondták, hogy szedjük össze magunkat, de volt futás, úgyhogy szerintem mindenki rákészült. Előző héten is úgy gondolom, hogy jó munkát végeztünk. Az a három edzés, én úgy gondolom, hogy elérte a célját, és előtte is úgy tűnt, hogy mindenki megcsinálta azt, amit ki volt adva feladatba. Kozics Barnabás 2020. januárja óta erősíti a H-rend Kozár Michelin csapatát. A labdarúgó a Kaposvár utánpótlás gárdáiban nevelkedett, és ott mutatkozott be az MB2-ben is, még a 2014-15-ös bajnoki szezonban. Kaposvár után a Szekszárd MB3-as csapatához igazolt, majd a Szeolnál folytatta pályafutását, ahol szerettek volna a másodosztályba feljutni. A Szeol megszűnésével került az Ózdi Kohászhoz, mely anyagi gondok miatt nem tudta befejezni a 2019-es őszi fordulókat, és ekkor érkezett Kozár Michelinbe. Kozics Barnabás 2020 őszén 3 gólt lőtt michelini színekben. Szinte nem vártam már a kezdést, és hosszú volt a szünet. Vártam, annyira labdához érjek, és nagyon várom az elkövetkező heteket is. Jó sok edzés lesz, hosszú még a felkészülés, de úgy gondolom, hogy ezért csináljuk, és szeretjük ezt csinálni, úgyhogy várom már nagyon. Szép játékot, azt mindenképpen. Úgy gondolom, hogy ha egy kicsit őszinték vagyunk magunkkal, akkor az őszi szezonban egy kicsit elmaradt, úgyhogy mindenképp azt várom el a csapattól és magamtól is, hogy tudjak segíteni a játékban is, és szépen tudjunk játszani. Úgy gondolom, hogy kis adósságunk is van emiatt, de szerintem ezzel nem lesz gond, és tudunk bizonyítani. A H-rend Kozár Michelin labdarúgói január 23-án egymás közötti mérkőzéssel kezdenek, majd játszanak MB3-as és megye 1-es gárdákkal is a felkészülés során. Az utolsó hét programjában szerepel a Várdaróc FC és a Gyakovo elleni összecsapás.
A Sopron 7 ponttal verte otthon a PVSK Veoliát a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának szombati játéknapján úgy, hogy a harmadik negyed végén még a pécsiek vezettek. A találkozót 83-76-ra nyerték a házigazdák. Bíró Levente, Meleg Gergő és Krivacevics Márko nélkül volt kénytelen felállni a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata a Soproni KC ellen január 16-án. Így Czarev Alexej a kezdő ötösben találta magát. A fiatal játékos egy triplával indította a találkozót, de nem csak ő, hanem Vejko Brükics és Ruják András is jól kezdett. A 7-0-ás roham után az egész első negyed során tartotta a PVSK ezt a különbséget és uralta az egész pályát. A játékrész végén már 10 pontra nőtt a pécsi előny, ezt pedig még meg is tudták toldani 3-4-jel. Mike Lewis szép hármasával vezetett először a csapat 13 ponttal. Aztán a házigazda Sopron okosan használta ki azokat a periódusokat, amikor Brükics a padon ült, és bár a félidőre a házigazdák lefelezték hátrányukat, 42-37-es pécsi vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok. A nagy szünet után azonban a Sopron nagy lendülettel vetette bele magát a küzdelembe, olyannyira, hogy a harmadik negyedben a meccs során először vezettek. De Vanderburg kosarával, 61-60-as pécsi vezetéssel mentek a záró felvonásra a csapatok. Az utolsó 10 percben fej-fej mellett haladt a két gárda. Bár 5 perccel a vége előtt még 6 ponttal Dragan Alexics együttese vezetett, a végjátékot jobban bírta a Sopron, és 83-76-ra nyert. A tipikus egylabdás mérkőzést. Dragan Alexics vezetőedző a találkozó utáni értékelőjében hangsúlyozta, hogy az első félidei irányítás után a harmadik negyedben többet hibázott csapata, elvesztette a ritmust, az energiát, és így a Sopron tapasztaltabb játékosai, Borisov és Thompson eldönthették a mérkőzést, hiszen a legfontosabb pillanatokban szereztek kosarakat, melyekre a pécsiek nem tudtak érdemben válaszolni. A PVSK Veolia legközelebb január 23-án szombaton 18 órától az STE Szedeák együttesét fogadja zárt kapuk mögött. Idén rendhagyó módon a paraúszóknak az épekkel együtt rendezték az országos bajnokságát. A PSN ZRT úszószakosztályát nem érte váratlanul a helyzet, hiszen itt már korábban megvalósult az integráció. A sportolók nem csak a medencében, hanem a száraz edzésen is együtt, de mégis más célokért küzdenek. A Doboz Mozgásközpontban Kenderesi Tamásnak és Jászó Ádámnak erősítő edzéseik vannak, míg Iván Bence ízületi mozgékonyságát kell növelni, Konkoly Zsófiánál pedig az izomegyensúly megteremtése a cél. Alapozó időszakban vannak épp az úszók. A Doboz Mozgásközpont és a Magyar Úszószövetség együttműködésének köszönhetően heti 2-3-szor funkcionális edzéssel egészítik ki az úszást. A túlzott nyújtások megfelelő erősítések nélkül ugyanis a sportolóknál sérüléseket is okozhatnak. A száraz edzés az nagyon fontos az úszásban, ugye itt az ízületi mozgékonyságra nekünk nagyon kell figyelni, hogy az erősítése, amit a vízben nem tudunk erősíteni, ezt a szárazföldön tudjuk pótolni. A Doboz Mozgás Központtal most már több éve dolgozunk együtt, a versenyzői csoportunknak közös edzéseket tartanak, illetve hát tavaly, lassan is már egy éve a válogatottnak pedig egyéni foglalkozást is biztosítanak. Kettészedném, ugye egyszer vannak a paraúszók, nekik rettenetesen fontos, és ők ugyan ketten vannak, de itt is kétféle edzésre van szükség, hiszen az Iván Bencének az ízületi mozgékonyságát kell növelni, a Konkoly Zsófinak pedig ugye a féloldalas mozgás miatt az izomegyensúlyra, és hát mellette van most a Kenderesi Tomi és a Jászó Ádám, ők pedig mint válogatott, nekik nagyon fontos az erősítés. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy tudnak ide járni, megfelelő szakemberek foglalkoznak velük. Úgyhogy szerintem látszik is a fejlődés, hiszen Zsófi és Bence kezdték a legrégebb óta, ők mind a ketten decemberi versenyen már egyéni csúcsot tudtak úszni, ami szerintem nagy részt ennek is köszönhető. Az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás elhúzódó sérüléssel bajlódik, de mint mondja, rengeteget jelentenek neki a száraz edzések, már érzi az erősítő gyakorlatok jótékony hatását. Hát én úgy veszem észre, hogy ami nekem gyengébb volt, az a víz alatti munka, itt a lábtempóra gondolok, az sokban fejlődött, amióta ide járok, és most a sérülésem után, ami 2 éve volt nagyjából, azóta gyógytornásszal dolgoztam, a szárazföldi edzést vele csináltam,
de most szeptembertől járok ide a dobozba, és tényleg úgy érzem, hogy az erőlétem is egész jó irányba halad. Remélem olimpiás év lesz, és hogy már mondjuk, mert ez tényleg eléggé biztosra mondják, és úgy is tűnik, hogy lesz. Így szeretnék a céljaimnak megfelelni, azaz szeretnék újra érmet nyerni. Iván Bencével gyógytornász foglalkozik, hiszen a paraúszónak nagyon merevek az ízületei. Bence is rengeteget fejlődött a száraz edzéseknek köszönhetően, és ez már a legutóbbi verseny eredményében is megmutatkozott. Az Iván Bencével együtt dolgozunk, mobility és stretching órákat tartok neki, most már lassan 2-3 hónapja, és heti 2-szer dolgozunk együtt. Amíg lehetőség volt, ugye a teremben dolgoztunk, majd áttértünk online formába, de igyekszünk itt is, ott is helyt állni. Bencének az izomzata nagyon kötött, ezért az izületi mozgástartománya beszűkült, és célunk az, hogy ezt kitágítsuk, illetve a decemberi versenyen Kaposváron vett részt, és ekkor az egyéni csúcsát is 2 másodperccel megdöntötte, úgyhogy látunk fejlődést, látunk progressziót, illetve hát az izületein is látni a különböző mozgásokban, feladatokban, hogy javul. A funkcionális edzés a mindennapi élet során előforduló mozgások, tehát guggolások, emelések, húzó és toló mozgások variációi. Előnye, hogy a parasportolók is tudják végezni. Funkcionális edzést végzünk. Alapvetően teljes testet átmozgató edzést biztosítunk, azonban itt az úszóknál figyelembe veszünk a sportági sajátosságokat, illetve az egyéni sajátosságokat is. Például ugye egy régebbi sérülésbe a felépülést mindenképp figyelembe kell vennünk, ezért a Zsófinál is és a Tamásnál is ezekre azért figyelünk. Ugye ők az úszás mellett csinálják, ami azt jelenti, hogy napi 2 úszóedzésük van, így heti 2-3 edzés az, ami ajánlott. A hosszúság részén 60 percesek, néha van, hogy hosszabb, de akkor inkább a bemelítés és a levezetés az, amit megnyújtunk. Zsófival foglalkozok meg régebb óta. Nála az elsődleges cél a fogyás volt, azt nagyon szépen teljesítette, a dietetikusának is köszönhetően. Most elkezdtünk vele erősíteni, súlyokba is látszik, hogy sokat fejlődött. Tamással is ősszel megkezdtük a munkát. Nála ugye a fogyás nem volt cél, ott inkább az erősítés, illetve a sérüléséből az ízületek visszaerősítése volt a fő cél. Vele is nagyon jól haladunk. Kenderesi Tamás, Iván Bence és Konkoly Zsófia rendelkezik már olimpiai kvótával. A felnőtt országos bajnokság március végén lesz, ahol Jászó Ádám is megúszhatja az A-szintet. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!